Éveken keresztül hordtam haza ebből az ivócsarnokból a forrásvizet. Budapesti lakosként könnyű dolgom van. Ebben a városban 118 helyről tör fel a termálvíz, az áruk pedig többnyire alatta van a kereskedelemben kapható vizekének. De mi van akkor, ha nincs időm vagy kedvem a forrásra menni? Nyugodtan megihatom azt a csapvizet, ami a konyhámban tör fel. A legnagyobb budapesti víztározóban, a Gellért-hegyen, a vízművek nyugdíjas mérnöke próbált meggyőzni arról, hogy a háta mögötti két tárolóban folyamatosan áramoltatott víz kristálytiszta. A főváros vízellátásának a bázisa a Duna, mert hiszen ilyen vízmennyiséget máshonnan nem tudunk előteremteni, ilyen források meg egyebek azok vagy nincsenek, vagy nem elégséges. Na de hát a Duna az ronda barna. Na mostan a Duna az hát igen, az nem ivóvízminőségű. A tisztítás úgy történik, hogy kihasználjuk azt a természet adta lehetőséget, hogy itt a jó öreg Duna lerakott nekünk egy hatalmas nagy kavics mennyiséget. És ebbe tulajdonképpen bárhol építünk egy kutat, abból jó minőség szűrt Dunavizet tudunk kapni. Ez körülbelül 140 éve működik, ez a dolog. Mondjuk a magam stílusában azt is megmerném mondani, hogy tessék megmutatni azt az embert, aki az utóbbi 140 évben megbetegedett a víztől. Tehát ez egy jó minőségű szűrt, nemzetközileg elismert minőségű tisztítás. De hát 140 évvel ezelőtt biztos, hogy sokkal kevesebb vegyszert használtunk, sokkal kevesebb gyógyszert szedtünk. Például ezek hogyan kerülnek ki a szennyvízből? A szolgáltatott ivóvíznek a minőségét egy Európai Unió által akkreditált, tehát igen magasfokú vizsgálati módszerrel felszerelt laboratórium ellenőrzi. Ezeket rengetegféle módon vizsgálják, tehát toxikológia, kémiai, oxigénfogyasztás és így tovább. Azon kívül minket az ANTS is ellenőriz. Az utóbbi évtizedekben nem volt gonda a víz minőségével. Korábban voltak gondok, de hát ezeket sikerült megoldani. Az ANTS-t mi is megnéztük. És ha már ott jártunk, akkor már nem csak a budapesti vízről érteklődtünk, hanem arról a közel másfél száz településről is, ahonnan valóban rossz hírek jönnek. A jellemző módon geológiai eredetű szennyezettség van, ez arzén, bór és fluoridra vonatkozik leginkább. Van egy olyan összetevő, amely szintén geológiai eredetű, az ammónium, ami önmagában teljesen veszélytelen, de a vízkezelés során átlevegőződik a víz, akkor abból veszélyes nitrit tud képződni. Ezeken a településeken értesíti valaki a lakosokat arról, hogy milyen vízük van? Igen, ezt a kormányrendet nagyon világosan meghatározza, hogy kinek milyen feladatai vannak a vízminőségről szóló értesítést illetően. A települési önkormányzat felelős a megfelelő minőségű víz biztosításáért, tehát az önkormányzat és az általa kijelölt üzemeltető elsősorban az, aki tájékoztatást köteles nyújtani a vízminőséggel kapcsolatos adatokról. Az ANTS-nél a vízminőségi adatokat állandó protokoll szerint állapítják meg. Tehát ha az ember magánszemély és be akarja vizsgáltatni a vízét, az mindig pénzbe kerül. Tehát senki nem érdekel, hogyha ez nem egy élelmiszer volt, de akkor azt is fizetni kell. Tehát ugye azoknak, akik boltok és több embert foglalkoztatnak, meg itt kötelező ezeket folyamatosan ellenőrizni. Milyen boltok, milyen több? Hát főként élelmiszeripari gyárak, ásványiparok, tehát mindenféle olyan cég, ahol többen dolgoznak. Aztán azt is megkérdeztük, mi a helyzet a víztisztító berendezésekkel. Tudni kell, hogy ezek a berendezések rendszeres karbantartást igényelnek. Ezekben a berendezésekben gyakran elszaporodnak a baktériumok. Hát emiatt is igényelnek rendszeres karbantartást. Be kell tartani a használati útmutatóban leírt szakat, főleg a szűrőcserék átöblítés tekintetében. Például a szervezet számára fontos kálcium és magnézium ionokat a némelyik típusú berendezés eltávolítja. Emiatt itt szükséges általában valamilyen visszasózási lépés, amivel a kálcium és magnézium ionok mennyiségét növeljük a kezelt vízben. A
fontos, hogy olyan berendezést válasszanak, hogyha amellett döntenek, amelyik rendelkezik országos tisztifőorvosi hivatal által kiadott engedéllyel. Nekem is volt egy korszakom, amikor egy csapra szerelhető vízszűrőt használtam. Azt nem tudom, hogy tényleg tisztább vizet ittam-e, minden esetre nem volt klórszaga. A csapvízzel kapcsolatban azonban ez a vád gyakran elhangzik. Kérem szépen, hogy mondjam, megint csak a magam parasztos módján azt mondanám erre, hogy jobban szeretjük a klóros vizet, mint a kolera járványt. Ez nem egészen vicc, mert bizony régen-régen voltak kolera járványok a víz nem kellően tisztított víz használata miatt, de mióta intézményes vízellátás van Budapesten, azóta ilyesmi nem fordult elő. Opció lehet még a palackozó ásványvíz. De milyen opció? A Tudatos Vásárlók honlapján elolvastam a víztesztet, egy munkatársukat pedig elhívtam egy boltba, ásványvíznézőbe. A zöld lelkem az ugye tiltakozik ellene, ugyanis hát ugye PET palacban van, és hát tudjuk, hogy az ásványvíz előállításnak a folyamata az nagyon környezetterhelő. Ásványvizekkel kapcsolatban elmondható, hogy nagyon jó a marketingük, hiszen tehát egy olyan piaci termékről van szó, amit tehát el kell adni, tehát érthető, hogy a gyártó megpróbálja a legjobb módszerekkel ránk tukmálni azt a vizet. És az ásványvíz hát lobby, ha így akarjuk nevezni, ez elsősorban arra appellál, hogy ugye a csapvíz az ugye nem elég biztonságos. Magyarország nyilván víz tekintetében, ásványvíz tekintetében nagyon jól áll, ugyanakkor mivel ugye ezek általában nem megújuló, vagyis nagyon hosszú időléptékben megújuló vízkészletek, mármint amiket az ásványvíz kitermeléshez használnak, hiszen ezek többnyire rétegvizek, ezért ezeknek az ilyen intenzív, nagyon fokozott mértékű kitermelése hosszú távon veszélyezteti ezeknek a vízmázisoknak a fennmaradását. Ha mindezek után a csapvíz mellett döntök, még mindig marad néhány nyitott kérdés. Például az, hogy számít-e, milyen csöveken érkezik a víz a házba. Minden háznak van egy alaprajza, amin a vízcsövek hálózata is rajta van? Elvileg van. Ha nem a közös képviselőnél, akkor elvileg a fő polgármester hivatalnak van egy irattára, ahol ezeket a rajzokat meg lehet találni. Milyen állapotban van az a cső, ami fölmegy az én lakásomba a második emeletre? Addig a percig, amíg nem történik valami olyasmi, hogy akár az utcán, akár az épületben központilag elzárják a vizet, addig a percig abból abszolút tiszta víz jön, és ez azért van, mert az a 3-4-5 atmoszféra nyomás, ami benne van a vízcsövekben, az mindenfajta szennyeződést az a cső oldalán tart. Akkor van a baj, amikor lezárjuk ezt a vezetéket, megszűnik a nyomás, akkor ugye logikusan a cső oldalán leválik a mangán, a vízkő, és azok a szennyezőanyagok, amik még a csőben benne vannak, amikor kinyitjuk a csapot, újra nyomás alá kerülnek, akkor jön ki ez a barna. Bocsánat, látott maga már budapesti házban vízöblítést? Én láttam, mondjuk a sajátomban látok, mert én pontosan tudom azt, hogy mit jelent a vízcsövet kiöblíteni. Azt hogy csinálja az ember? Úgy, hogy egyszerűen kinyitom a csapot és 3-4-5 percig folyatom. Itt van tehát a víz. Az ivóvíz semmi olyan nincs, amitől ennek szaga lenne. Csak a tisztító anyagoktól, és ez jellemzően a klór, amit a vízmeggép házaiba belenyomnak a vízbe azért, hogy igató legyen. Hát nyilván a klór az egy érdekes vegyszer, mert ha nagy mennyiségben adagolják, akkor ugye nagyon erős méreg, de ebben az esetben nem, ebben az esetben csak azt érjük el vele, hogy a víz iható legyen. Csapvizet tehát nagyjából az ország teljes területén nyugodtan ihatok. Ha meg igazán jó ízű vízre vágyom, úgy, hogy a környezetemet se terheljen vele, hát néha majd elnézek egy ivócsarnokba. És nagyon egészséges.